Üdvözöllek! Már úgy gondolom, hogy aki grafikával foglalkozik komolyabban, annak ugye a színeket kitalálni egy adott grafikához vagy egy adott elemhez nem jelent túl nagy nehézséget, de azért időnként előfordulhat az, hogy valahogy nem sikerül a megfelelő szint megtalálni, vagy pedig csak egyszerűen kíváncsiak vagyunk arra, hogy mások milyen színeket találtak ki, vagy éppen milyen szín összeállításokat. Ebben van segítségünkre az Adobe által biztosított, hát csak Simplan Colorra hallgató szolgáltatás. Eléggé beszédes, úgy gondolom, itt színeket tudunk összeállítani elég egyszerűen, illetve a mások által elkészített színösszeállításokat is meg tudjuk nézni. Persze ez így önmagában még nem egy túl nagy dolog, ilyet más weboldalak is nyújtanak a számunkra. Viszont ez kiegészül azzal, hogy ezeket a színeket el tudjuk menteni, hogyha regisztráltunk az adobe.com-on, illetve hogyha van előfizetésünk, például a Photoshopra, akkor ott szintén ezeket az elmentett, összeállított színeket, vagy a mások által elkészített és általunk elmentett színeket itt szintén megtaláljuk, itt a Libraries-ben. Ezt mindjárt meg is nézzük. Hogyan működik ez? Hát itt rögtön a kezdőlapon egyébként nem kell ezt a ronda linket ide beírni, elég ennyi, és ez át fog irányítani, amint az látható. Van ez a rule, ezzel azt tudjuk meghatározni, hogyha itt módosítunk egy színt, akkor ahhoz a többi hogyan viszonyulva módosuljon. Tehát látható, hogy például ilyen esetben így módosul a többi szín is automatikusan. Ezzel egymással harmonizáló színeket tudunk előállítani. De itt van egy csomó ilyen működési forma, ilyen szabály, amelyek mentén tudjuk módosítani a színeket, amint az látható. Hát ezeket ki kell próbálni, és akkor elég hamar ráérzel, hogy melyik a megfelelő. A legalsó custom, itt szabadon tudjuk az egyes színeket állítani, amiket egyébként itt alul ki lehet választani, itt mutatja is, hogy éppen melyik van kiválasztva, és ezeket itt is a csúszkákkal látható lehet módosítani, és itt is módosul ezen a színválasztón. Hogyha úgy gondoljuk, hogy készen van egy ilyen színösszeállítás, akkor ezt el lehet menteni ide a szépre kattintva. Mondjuk nem értem, hogy tőlem miért kért éppen most belépést, mert már be voltam lépve, itt látható is. Valamint ezt a menüpontot kiválasztva. Itt van egy csomóféle színösszeállítás. Hogyha fölé állunk valamelyik fölé, akkor itt van néhány lehetőség az infóval. Némi információt kaphatunk az adott színről, illetve itt is van ez a Save to Library, ezzel a mi saját könyvtárunkba el tudjuk menteni, ehhez belépve kell lennünk az adobe.com-on, Save to Library, adhatunk ennek egy nevet, ez maradhat az alapértelmezett, és látható, hogy a könyvtár Creative Cloud, azon belül pedig nekem a színek, ott már van egy, oda jó lesz, és akkor Save. Ez így elmentésre került. És visszamegyek ide. És itt van még néhány lehetőség, például a copy link. Ezzel ki tudjuk másolni az erre a színre mutató linket. Ezt el tudjuk tenni. Illetve erre kattintva tudjuk ezt a színt szerkeszteni, és itt is el lehet menteni. De egyébként, amint az látható, itt megkapjuk a színkódot is. Ezt rögtön, például Photoshopban tudjuk hasznosítani, ide alulra szépen beillesztve. Amint az látható, két szín tökéletesen megegyezik. Tehát ezt azonnal is fel lehet használni, nem kell itt elmentegetni, de hogyha elmentetted a saját könyvtáradba, akkor itt a Libraries panelen, hogyha ez nem látható, például a Windowban elő lehet hozni, itt van a Libraries. Ki kell választani a színeket, és hát látható, hogy itt szépen be tudjuk állítani a színt, amit mi innen a weboldalról elmentettük, de mondom, közvetlen is fel lehet itt használni, beállítunk egy szint, ezt fogjuk kimásoljuk, és már is használható. Persze ezekre lehet keresni is, mondjuk például a piros szint akarunk, beírjuk azt, hogy red, enter, és látható, kapunk egy csomóféle piros szint, amelyek egészen kellemesek. És hát látható, hogy többféle színösszeállítás is fellelhető. Ezeket szintén el tudjuk menteni, save és ennyi. Innentől kezdve bármikor elérjük, hogyha belépünk az adobe.com-on. Ezen felül a grafikai programokban is elérhetjük.
hogyha ide kattintunk erre a gombra, akkor ezzel lehet frissíteni. És látható, hogy most megjelent mind a három szépen. És ezeket fel tudjuk használni nagyon egyszerűen.